Telsánszky Józsi Jenő meséjét Peller Károly írta és álmodta színpadra. Zenéjét a nagy sikerű Tanár úr kérem című musical szerzője Nyitrai László szerezte, a dalszövegeket pedig a musical sztárok fiatal generációját képviselő Cseh Dávid Péter írta. Peller Károlyt elsősorban az Operett Színház egyik vezető művészeként ismeri a közönség, de több darab rendezője és koreográfusa is. Sok felé járok az országba színházat nézni, és természetesen Nyíregyházára is szoktam jönni, és nagyon jó előadásokat láttam, és az igazgatóra sokat beszélgettünk, és akkor egyszer csak följövött, hogy lenne kedvem egy mesejátékot csinálni. Tulajdonképpen a Misi Mókus nem az én ötletem volt, hanem Nyitrai László zeneszerzője, ő régóta szerette volna megcsinálni, és amikor ezt bedobta így a kis ötletbörzénkbe, akkor én utána néztem, és mondtam, hogy ez tényleg egy jó történet, amiből egy jó zenés darabot lehet csinálni. Misi Mókusra, aki kilóg társai közül, elképesztő kalandok és veszélyek várnak. Elfogják és egy állatkereskedésbe viszik, ahonnan megszökik. Utazik a tengeren, a sivatagon és a dzsungelen keresztül. Barátokat szerez és legyőzi az ellenségeket. Az előadás karaktereit kettő szereposztásban alakítják a művészek, a címszerepet Kovács Balázs és Tardániel játsszák. Egy nagyon izgalmas történettele, minél színesebb karakterekkel, nagyon jól van vezetve, tehát a gyerek szerintem nagyon jól fogja tudni követni. Én, ahogy értesültem, ennek a mesének körülbelül 80-90%-a énekdal, illetve tánc, úgyhogy izgalmas feladat is lesz valószínűleg, és hát nagy szeretettel készülünk a Kovács Balázs kollégámmal erre a bemutatóra. Misi Mókus kalandjait a Lázár Ervin programban láthatja majd a közönség. Az előadás bemutatóját október 7-én tartják a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.